koronavírus az élet minden területére beette magát. Ezúttal felvidéki magyar gyülekezetek lelkészeit kértük meg, hogy meséljenek az elmúlt időszak tapasztalatairól. Plébánosként hogyan értékeli az elmúlt időszakot? Ez az időszak, ami mögöttünk van, rávilágított egy-két olyan dologra, amit az ember eddig természetesen vett. Tehát, hogy kimegyek sportolni, elmegyek a barátaimmal, a családommal, egy ebédre, egy vendéglátóegységbe, hogy elmegyek moziba, hogy elmegyek színházba. Ezek ilyen természetes dolgok voltak az életünkben, és hát egyszerűen ezek mintha eltűntek volna. És akkor nem beszélek még azokról az élethelyzetekről, amikor nem egy mozifilmről mondunk le, mert be van zárva a mozi, hanem arról, amikor egy embert veszítettünk el ezen betegség miatt. Amikor azt érezzük, hogy itt valaki úgy távozott, hogy nincs többé, nem jön vissza holnap, nem jön vissza holnap után. És úgy érzem, hogy nagyon sok lelki erő kell még ahhoz, hogy ezeket a dolgokat feldolgozzák, és lehet, hogy azt, ami pedig van, jobban megtanuljuk értékelni. Hogyan látja, hogy hatott a hit életre? A végéről közelítem meg a dolgot, ugyanis amióta nyitva van a templom, azt veszem észre, hogy mikor vége van egy vasárnapi szentmisének, vagy egy hétköznapi szentmisének, nem mindenki megy haza rögtön. Az emberek kint maradnak a templom bejáratánál, beszélgetnek, nevetgélnek, negyed órát, fél órát, tehát nem nézik az órát, nem nézik az időt, egyszerűen csak igénylik egymást, igénylik azt, hogy egymással beszélgessenek. Persze, ott volt a telefon, ott volt a, mit tudom én, az írott szövegű kommunikáció, de az megint más. És amikor az ember szemtől szemben látja azt a másik embert, az megint olyan, hogy ember közelibb ez a beszélgetés. És úgy érzem, hogy ezt igénylik a nagymácsédi hívek is, és ezért úgy érzem, hogy hiányként élték meg ezeket a pillanatokat, tehát ez se volt könnyű számukra. Pikantériát ad a dolognak, hogy ön ugye közvetlenül a pandémia előtt került nagymácsédra. Hogyan tud elmélyíteni a kapcsolatokat, illetve mi okozta önnek a legnagyobb nehézséget? Hát ennek a pikantériának van egy másik pikantériája is, ugyanis mikor még az osztálytársam, Dobri László atya működött itt Nagymácsédon, akkor én egy párszor meglátogattam őt. És Laci barátom az azért szervezett egy-két utat Szentföldre, Rómába, amelyeken én is részt vettem, és ezáltal én megismerhettem egy-két családot már innen Nagymácsédról. Így amikor ide érkeztem, akkor valójában elkezdtük leporolni a régi kapcsolatokat, a régi találkozásokat, és így valamivel könnyebb volt egymáshoz megtalálni az utat a papnak és a hívőnek. Hogyan tartotta a kapcsolatot a hívekkel? Hát lehet, hogy most furcsán fog hangzani, de a hívek tartották a kapcsolatot velem. Tehát ők voltak a kezdeményezők, ők voltak azok, akik fölhívtak, atya, szeretnék találkozni, atya, szeretnék lelki beszélgetést, atya, szeretnék gyónni, és ők voltak azok, akik megtaláltak. Milyen hívő emberként hogyan hatott magára ez az elmúlt időszak? Nekem nagyon nehéz volt megélni ezt az időszakot, mivel én mindennapi áldozó vagyok, úgyhogy szeretek templomba járni, és itt megtalálom a lelki nyugalmamat. Úgyhogy nehéz volt, nagyon nehéz volt, hogyha nem jöttem templomba, hogyha nem élhettem a szentségi életet, és nem lehettünk itt közösségbe. Ugyan a Duna Televízió és a Lux Televíziónak a műsorában meg lehetett nézni a szentmisét interneten is, de az nem az, mint mikor eljöhetünk a közösségbe. Mit gondol, miért kapták az emberek a nyakukba ezt az egészet? Én azt gondolom, hogy ez a számunkra fizérmeztetés, mert a nép nagyon eltávolodott az Istentől.
Hogyan élte meg azt, hogy közösségben nem tudta kinyilatkoztatni a hitét? Van egy imacsoportunk, Sion leányai imacsoportunk, akit Kubovics Tibor, Bence és Velki atya, falunk szülöttje indított el, aki Brazíliába volt, ilyen misszióba. Az indította el, aki leveleivel, telefonos beszélgetésével irányította imacsoportot. És ez immár 33 éve. És bizony nagyon nehéz volt, hogy a közösségben nem imádkozhattunk együtt, mert ez egy olyan imacsoport, hogy engesztelő imacsoport. Engesztelünk bűneinkért, és az egész világon elkövetett bűnökért, tehát mi egész emberiségért imádkozunk. Lelkészként hogyan értékeli az elmúlt időszakot? Azt mondanám, hogy izgalmas volt, érdekes volt, kihívás volt, nehéz volt. Tehát azt, amit az elején valóban úgy igyekeztünk értékelni, hogy jó lesz, mert pihenünk egy jót, vagy több időt szentelhetünk magunkra, vagy befele fordulásunkra. Kiderült, hogy egy idő után nagyon nagy teherré vált az embernek. Önnek mi jelentette a legnagyobb kihívást magánemberként, illetve lelkészként? Vagy a kettőt egyáltalán külön lehet-e választani? Azt gondolom, hogy nagyon nehéz ketté választani, de hát egyszerre vagyok anya, egyszerre vagyok feleség, és lelkipásztor is. És most kiderült, hogy nagyon tanár is lehetek, hát nehéz volt. Én inkább a pedagógusi szerepben találtam meg magam, mivel hogy a három iskolás gyermekünkkel nagyon sokat kellett otthon tanulni, foglalkozni, motiválni, hajtani őket, tehát egyé váltunk a tanárokkal, és hát ez a része is nagyon nehéz volt, és minden mellett meg kellett találnom a gyülekezeti tagjainkat is. Hála Istennek túlságosan sok covidos halálesetünk nem volt, viszont ennek ellenére az időseink mentek el, úgyhogy az amúgy is kevés idősünkből még kevesebb lett, tehát találkoztam az emberekkel a gyászukban, a nehézségeikben, a betegségeikben, tehát mivel hogy muszáj volt ugye bejönniük, szólni, közölni, tehát itt tudtunk egy kicsit találkozni, és kihasználtuk az internet adta lehetőségeket is, hogy tartsuk valamilyen szinten a kapcsolatot. Milyen hatása volt a hitközösségre ennek a pandémiának? Egyrészt nem tudjuk, hogy vége van-e már, másrészt nem tudjuk, hogy milyen károkat fog okozni még a későbbiekben. A gyermekeimben látom, mi egy olyan kis közösség vagyunk, hogy látom rajtuk azt, hogy volt, amelyiknek jól esett, hogy otthon van, hogy otthonról tanul, mert begubolcatott. A másiknak nagyon nem esett jól, mert meg kifele nyitó természete van, tehát ő szinte megvadult attól, hogy be van zárva. Volt, amelyiknek föl se tűnt különösebben, hogy nagyon be vagyunk zárva. Tehát nagyon sokféle reakciót szült ez az állapot, és én azt gondolom, hogy felnőttek szívében, életében is nagyon sokféle eredménye van, amiről most még talán nem is tudunk beszélni, mert nem tudjuk felmérni, hogy mit hozott ez magával. Hogy gondolja, van-e isteni üzenete az elmúlt időszaknak? Ha van, akkor mi az? Én azt gondolom, hogy Isten mindig próbál hozzánk valahogyan szólni, tehát a pandémia is lehet egy ilyen jelzés. Mindenképpen megállított bennünket, tehát úgy globálisan az egész világot lelassította, megállította, tehát a személyes légterünket is. Hát azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy ilyen üzenet lehetne, hogy álljunk meg, gondoljuk át, ami történik velünk. Ugye nagyon sokan ezt jelezték vissza, hogy jó volt. Végre kényszerítve volt apa is, anya is, hogy együtt legyünk a család. Azt gondolom, hogy így a családi életben jót tett. Időseinknek nem valószínű, hogy jót tett, mert viszont el voltak szigetelve egymástól. Tehát azok, akik egyébként összejártak volna, beszélgettek volna, most ettől meg voltak fosztva. Hát mindenképpen egy összetett és mondjuk ki, hogy tragikus időszakon vagyunk túl, aminek lassan Isten kegyelméből, segítségéből vége lesz. Most meg a további áldására és segítésére lesz szükségünk. Úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy közösen kérjük, mert ilyenkor megtöbbszöröződik az erő. Isten kegyelmét említette, nagyon gyakran elhangoznak olyan mondatok, hogy ha lenne Isten, ha van Isten, akkor ezt nem engedte volna meg. Mit tud erre mondani? Isten a szabadítást készítette nekünk elő,
már akkor, amikor ez az egész elkezdődött, és nyilván voltak olyan különböző üzenetei, jelzései, amelyeket nekünk keresztény embereknek meg kell tanulnunk, értékelnünk. És lényegében a templomba járásunknak ez is az egyik küldetése, hogy megtanuljuk olvasni Isten jeleit, és a különböző olyan dolgokat a világban, amelyeket talán szemmel vagy emberi értelemmel kevésbé tudunk kiértékelni. Mit gondol, mi lehetett az üzenete, illetve mi az üzenete az elmúlt időszaknak? Az elmúlt időszaknak két nagyon fontos üzenete van. Egyrészt meg kell tanulnunk még jobban odafigyelnünk egymásra. A másik pedig az, hogy soha nem szabad feladnunk a reményt. Gondoljunk csak vissza az özönvíz példájára, hogy Isten akkor megígérte, hogy ő nem pusztítja el a világot. Ennek látható jele a szivárvány, szóval a szivárványt látunk, akkor mindig jusson eszünkbe az is, hogy Isten a megmentésünkön munkálkodik. A hit közösségre hogyan hatott a pandémia? Egy közösségnek mindig óriási hátrányt jelent az, ha nem találkozhat. Így voltunk ezzel mi is, gyakorlatilag májusig nem tarthattunk Isten tiszteleteket. Az online formák azok sohasem pótolják a valódi közösséget és a találkozásnak a lehetőségét és örömét. Viszont most újra indulunk, talán ez a feltűrt ingú is jelzi azt, hogy itt nagy takarítás zajlik a templomban. Nyilván a lelkünk kitakarítására is szükségünk lesz, de ebből is látjuk, hogy egy takarítás által és nyilván már bármilyen más események alkalmak által egy közösség újra tud indulni, restartolni, ha úgy tetszik. És hát áll előttünk egy nagy harc, ugyanis mi is szeretnénk felújítani a templomunkat, és ugyan a felvidéki magyar evangélikus templomok sajnos nem kerültek be a közé a 106 felújítandó templom közé, amelyről itt az utóbbi időszakban szó volt, de harcba szállunk ezért a lehetőségért. Erős vár a mi Istenünk! Lelkészként és magánemberként önnek mi volt a legnehezebb ebben az időszakban, illetve külön lehet-e választani a kettőt? Nem tudom sajnos, ugyanis jó magam is és a családom is megbetegedett, tehát tudom, hogy mit jelent átesni magán a betegségen, és sajnos nagyon sok barátomat is elveszítettem. Tehát nem tudom könnyű váról venni ezt az egész helyzetet, sőt, én még most is óvatosságra intek mindenkit, mert talán nem lehetünk eléggé óvatosak ebben az időszakban sem, és kérek erre minden egyes polgárt, hogy tartsuk ott a szívünkben a dolgokat, tehát nem tudom a kettőt igazából elválasztani.